Jó estét kívánok! Nano csodák a hegyvidéken. Ágneses kukac, atomerőmikroszkóp, napelemes játék, nanofutópad. Ilyen és ehhez hasonló interaktív játékok révén ismerkedhetnek meg az iskolások a nanotechnológiával. Méghozzá a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet által készített nanobuszban. Megérkezett a hegyvidékre a nanobusz. Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium, a Tamási Áron Általános Iskola és Németh két tannyelvű gimnázium, valamint a Városmajori Gimnázium diákjai ismerkedhettek meg a nanovilág hétköznapi csodáival. Tavaly indult el országjáró körútjára a Magyar Tudományos Akadémia Nanocsodák mozgásban elnevezésű utazó interaktív nanotechnológiai kiállítása, amely az ország összes olyan településére el fog jutni, ahol van középiskola. Ugyanis az a cél, hogy minél több kísérlet, szemléltetés valósuljon meg a fizika, kémia és biológia órákon, mondta el Pokorni Zoltán polgármester a bemutatóval egybekötött sajtótájékoztatón. Manapság nagyon sok szó esik a természettudományos oktatás problémáiról, illetve arról, hogy vajon megfelelő módon, megfelelő arányban tanítjuk-e ezeket a tárgyakat a gyerekeinknek. Az elmúlt évben a Nemzeti Alaptanterv vitájában, sőt, akár még a felvételi keretszámok vitájában is ez elő-elő bukkant. Azt kell mondjam, hogy nemzetközi összehasonlításban bőven elég természettudományos órát biztosít Magyarország a magyar gyerekeknek. Az átlag fölött, egy ilyen 20-25%-kal az európai átlag fölött adunk időt a tanároknak, illetve a tanítványaiknak, hogy megtanulják mindazt, amit a természettudományokról meg lehet, vagy meg érdemes tanulni. Mégis mi lehet a probléma, hiszen az eredmény nem kecsegtető, nagyon kevesen választják a továbbtanulás útjaként a természettudományos területet, illetve nagyon kevesen helyezkednek el ezen a területen. Nyilván az utóbbi, a munkaerőpiac, az ipar szerkezete, az nagyon nehezen változtatható, csak lépésről lépésre. Feltehetően ez az egyik probléma, hogy kevés ilyen végzettségű munkaerőt fölvenni képes cég, üzem dolgozik ma Magyarországon. Amin azonban változtatni tudunk, az az oktatás belső kultúrája. Nem a mennyiséggel van baj, mint mondtam, mert az óra keret az bőven elegendő. Akkor mégis mivel? Azzal, hogy nagyon kevés időt fordítunk a kísérletekre. Az a célunk, hogy minél több kísérlet, minél több szemléltetés, minél több izgalmas dolog történjen a fizika, a kémia, a biológia órákon. Ezért is fogadtuk nagy örömmel ezt az akciót. A Magyar Tudományos Akadémia, a General Electric, a KFK és TAKI, a Csodák Palotája és még számos szervezet együttműködéséből, példás együttműködéséből született akciót, hogy ez a nanobusz ellátogat ide a hegyvidéki középiskolákba, és segít a pedagógusoknak, illetve segít a gyerekeknek izgalmasabbá, érdekesebbé tenni egy rövid lámpagyújtásnyi időre bevilágítani a természettudományok izgalmas, halatlanul érdekes világába. A G-Fény forrás üzletága támogatta a nanobusz beszerzését, valamint olyan világítástechnikai rendszerrel szerelte fel a buszt, mely már a jövőbe mutat. Hutter Iván, az üzletág európai igazgatója reméli, hogy sikerül felkelteniük az itt tanulók érdeklődését a tudományok iránt, és találkozhatnak olyan jövőbeli mérnökökkel, akik a G-nél helyezkednek majd el. A G Magyarországon 22 éve működik. Magyarország második legnagyobb gépipari vállalata, és egyben az ország harmadik legnagyobb exportőre vagyunk. Üzletpolitikánkban nagy hangsúlyt kap az innováció és a jövőbe mutató fejlesztésekkel a világ technológiai problémáinak a megoldása. De ezen felül példamutató vállalat is akarunk lenni, társadalmi szerepvállalásban is. Célunk, hogy részt vállaljunk az ország megújításában, nemzetközi megítélésének legmagasabb szintre emelésében. Reméljük, hogy sikerül felkelteni az itt tanulók érdeklődését a tudományok iránt, és talán olyan jövőbeli mérnökökkel is találkozhatunk, akik a G-nél helyezkednek majd el, és meghatározhatják a G technológiai fejlődésének a jövőjét valamely magyarországi félgazatunkban, világítástechnikában, orvosi műszerekben, energiatermelésben,
vagy akár repülésben is. Nagy öröm számunkra, hogy ezzel a kiállításra egy pici részesei lehetünk a hegyvidék kiváló oktatási rendszerének. Ez nekem különösen nagy megtiszteltetés, mivel személyesen is itt, a Tamási Áron iskolában indult el a globál karrierem, és mivel a 15 éves külföldi G munkakörök után visszatértem családom a hegyvidékre, azóta gyermekeim is ide járnak a Tamási Áron iskolába. Nem csalódtunk. Az eseményre Sej Judit színművésznő is eljött, aki nagyon örül az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeknek, mert szerinte ezekből tanul az ember igazán. Magamból kiindulva én leginkább azt szerettem a fizika-kémia órákon, amikor kísérleteztünk, mert akkor úgy éreztük, hogy nem kell tanulni. Holott ezekből tanultuk a legtöbbet, mert igazából ezekre emlékszem még a mai napig. Úgyhogy ha ezt egy kicsit a gyerekeknek sűríteni lehet a tantervbe bevenni, vagy valahogy alkalom nyílik rá, vagy pénz, vagy valami anyagi támogatás, hogy többet tudjanak kísérletezni. Például ezért is irattam a gyerekemet többek között egy erdei iskolába, ami az erdőhöz közel volt, hát ha biológia tanár kiviszi őket az erdőbe, amikor a bogarakat, vagy a fákat, vagy a növényeket, vagy bármit vesznek, hogy ne a padba kelljen megismerni ezeket képről, hanem a természetben. Úgyhogy én ezért gondolom ezt, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. A nagyfiam a Városmajor Gimiben jár, és a kicsi fiam, ő pedig óvodába jár, és ott nagyon fontos, és madarászóvé, és mindenféle ilyen természetes környezetbe viszik őket ki, és ott oktatják őket, úgyhogy én ezt nagyon jónak tartom, hogy ennyire így kihasználják ezt a lehetőséget, hogy itt vagyunk a hegyen. A nanovilágban nagyon parányiak a méretek, egészen pontosan a méter 1 milliárdod része a nanométer. Ez szabad szemmel nem látható, ezért fotókkal, középiskolás nyelvezettel megírt plakátokkal, ismeretterjesztő kisfilmekkel, különleges mikroszkópokkal, játékos és interaktív eszközökkel próbálják bemutatni a nanobuszban a diákoknak. A 36 négyzetméteres buszban összesen 9 játék és 38 ismeretterjesztő kisfilm van. Elsősorban a nanotechnológiával, illetve a nanodolgokkal kapcsolatban találunk mindenféle eszközt. Itt egészen a természetben megtalálható dolgoktól kezdve, egészen a ilyen technikai dolgokig, amiket mesterségesen hoztunk létre, mindent próbáltunk szimulálni, illetve bemutatni. Leginkább olyan eszközöket próbálunk a látogatóknak tényleg közel hozni, amikkel a mindennapokban találkoznak, és ezeket próbáljuk megmagyarázni, hogy miért is úgy történik az, ami történik, például a vízlepergető felület, ugye a kabát, esőkabát és társai. Egy példát kiemeljek a sok közül. Az egészen kicsiktől kezdve a legnagyobbakig. Ha majd így körbenéztek, körbeolvassátok, nagyon jól el lehet olvasni, hogy a megfogalmazás az mindig próbál egyszerű lenni. Az, hogy tényleg akinek nincsen fizikai háttérismerete, az is meg tudja érteni, fel tudja dolgozni az így befogadott információt. Hogy ez a felnőtteknek, akik mondjuk már nagyobb tudásbázissal, tapasztalattal rendelkeznek, ugyanúgy megfelelő információkat ad át, mint egészen mondjuk a kis általános iskolásoknak, vagy akár óvodás csoportoknak is, akiknek még ugye még nincs megfelelő tudásuk hozzá. Igazság szerint a kicsik azok nagyon megdöbbennek szinte mindenen, mert ugye nekik ez minden új, tehát egyáltalán nem találkoztak még ilyen dolgokkal. A felnőtteknél azért van, aki már ismerős dolgokba tapasztal bele, de tudunk mindenkinek újat mutatni, tehát mindig azt mondják, hogy tanultak nagyon sokat, tehát újat mindenkinek mutattunk eddig. A nanobusz ez ugye eléggé egy kis szegmens, csak így a fizikának, illetve a tudományoknak ez a nanotechnológia közelebbe hozása, illetve annak megismertetése. Maga ugye ezt a kiállított eszközök, ezt prezentálják, mutatják be. A magának a nanobusznak mindig célja az, hogy ezeket az eszközöket végül is házhoz tudjuk vinni, ilyen csúnyán fogalmazva, akár iskolákhoz, akár magánemberhez, bárkihez. Tehát, hogy ezért ne kelljen mondjuk adott esetben utazni, ezért a maga nemében teljesen önálló és egyedül. A Tamási Áron iskola valamennyi diákja lehetőséget kapott arra, hogy kipróbálja a nanobuszban található játékokat. Nagyon sok érdekes dolgokat láttunk, főleg a nanotechnológiával kapcsolatban, és hát szerintem nagyon érdekes volt. Láttunk a lekincsinített mágneseket, láttunk napelemeket, amiket mozgatni lehetett, szóval így nagyon, minden nagyon jó volt. Hogy sokkal izgalmasabb volt, mint egy fizika óra, és mégis fizika volt. Úgyhogy ez így izgalmas volt. Melyik játék volt az, amelyik legjobban tetszett?
Hát az a vízcseppes a labirintusban, hogy nem szívta be a vizet. Az iskolásoknak egy rendhagyó fizikaórán is alkalmuk volt részt venni, melyet a Csodák palotájának egyik demonstrátora tartott. Különböző látványos és szórakoztató kísérlet által tanulhattak meg néhány fizikai törvényszerűséget a kicsik és nagyok egyaránt. Egy játékos kísérlettel kezdtem. Azt szeretném szemléltetni, hogy mi a Csodák palotájában, milyen módon próbáljuk a fizikát népszerűsíteni, tehát hogyan próbálunk mondjuk egy olvasva, talán szárazabb tényt viccesebb formában bemutatni. Tudjuk, hogy különböző gázokban a hangterjedési sebessége eltér a levegőbeliétől. Általában a levegőnél kisebb sűrűségű gázokban gyorsabban, nagyobb sűrűségű gázokban pedig lassabban terjed a hang. Ez így első hallásra nem tűnik izgalmas dolognak. Ha kimérnénk, talán az se fogná meg a gyerekeket, viszont ha közvetett módon bizonyítom be, hogy különböző gázokban máshogy terjed a hang, akkor az általában a gyerekeknek is szokott tetszeni. Tehát ugyanezt most elmondom egy kicsit másképpen. A hélium a levegőnél kisebb sűrűségű gáz, és ha a fejembe lévő üregekben a levegőt kicserélem héliumra, akkor ez lesz a hatása. Vannak olyan anyagok, amiknek csak gázhalmaz állapotuk létezhet. Tehát azt hitték, hogy bármit csinálnak mondjuk a levegővel, csak gázhalmaz állapotban létezhet. Míg nem az 1870-es években sikerült folyékony levegőt előállítani, ebben a tartályban a levegő fő alkotó része, miből van legtöbb a levegőben, 78%, nem oxigén, az 21%, nitrogén, tehát ebben a levegő fő alkotó része a nitrogén található folyékony halmaz állapotban. Szerintem üljetek oda a kőre, légy szíves, így jöttem, jó? Nem tudom, hogy ezen mennyire folyik, de nem szeretném most. Nem kell annyira megijedni. Hopp! Igen, mert az néha túltölti az ember. Mindjárt megmutatom. Így néz ki a folyékony nitrogén. Olyan, mint a víz, csak por. Ennek az a magyarázata, hogy a forráspontja mínusz 196 fok. Tehát ez az anyag, amit a kezemben tartok, forrásban lévő nitrogén, azt jelenti, hogy pontosan ennyi a hőmérséklete. Miért nem fagy meg a kezem, ha ilyen hideg? Miért nem fagy meg a kezem? Tessék? Majd arról is lesz szó. Milyen az, nem vastag az üveg, hanem két fala van, olyan, mint egy termosz, két fala van, mi lehet a falak között? Nem levegő, vákum. Két fala van, a falak között pedig vákum, és ez a vákumréteg védi meg a kezemet a sérüléstől. Nézzük meg, mi van, ha valamit nem véd a vákumréteg. Mondjuk, hát használjunk megint egy lufit. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy mi történik, ha ez a rugalmas lufi érintkezik folyékony nitrogénnel. Tehát itt most nincs a vákumréteg, és arra vagyok kíváncsi, hogy mi történik. Ez lett belőle. Felmerülhet a kérdés. Itt van ez az anyag. Mínusz 196 fok a hőmérséklete. Láttuk, hogy mi történt a lufival. Vajon okos dolog-e kísérletezni vele? Mi van, ha véletlenül ránk csöppen? Mi van, ha ránk csöppen? Az a helyzet, hogy nyugodtan lehet kísérletezni. Tehát olyan kedven van, akkor röcskölhetek, vagy pancsolhatok, semmi baja nem lesz a kezemnek. Felnőttek között van olyan, aki ezek után nem szerette úgy elmenni innen, hogy nem nyújt folyékony nitrogénben? Felnőttek közül valaki ezek után már szeretné kipróbálni?
nyugodtan. Más, nem? Érdemes felfújni, és talán azon, azzal a kézzel, ahol nincs. Tehát vagy egy gyűrűt is. Csak mindegy, csak hogy ne üljön meg. Függőleges lefelé mutató ujjakkal, ennél nem lassabban. Jó, arra vigyázni kell, nehogy a cipőjébe belemenjen, nem fog nevetőgősre. Jó, úgy. Oké, köszönöm. Tehát semmi nem történt. Ez egy furcsa dolog, hiszen legtöbbünknek az volt a képzete a nitrogénre, a folyékony nitrogénre, hogy rendkívül veszélyes, minden megfagy, ami érintkezik vele. Filmekben is ezt látjuk. Amikor belenyúlunk, a kezünk körül nagyon hevessé válik a nitrogén forrása, mert nagy a hőmérséklet különbség, és azonnal kialakul egy vékony gázréteg, ezt hívják lejtemprószelenségnek, és ez megvéd rövid időre a sérüléstől. Persze arra vigyázni kell, nehogy belefolyjon a cipőnkbe, nehogy túl sok menjen a ruhánkra, az kellemetlen, de rövid időre nyugodtan bele lehet nyúlni. Mi történik, ha mondjuk a levegőt hűtöm? Nézzük meg! Ugye jól látszik, hogy a lufi összemegy. Tehát ha valamit lehűtünk, azért néha ugrálni kell, mert cipőmben nem lenne jó, ha belefolyna. Tehát meg lehet figyelni, hogy a lehűtöm összemegy, de nem tűnik el belőle persze az anyag, normál hőmérsékletre kerülve visszanyeri eredeti méretét. Tehát ha valamit lehűtünk, ez a gázoknál látszik a legjobban, összemegy, de nem tűnik el belőle az anyag. Például arra vagyok kíváncsi, hogy mi lenne akkor, hogyha az égből nem eső hullana, hanem nitrogén. Most tekintsünk el attól, hogy megfagynánk. Arra vagyok kíváncsi, hogy vajon egy ilyen kalap védene a nitrogén eső ellen. Ugye tudjuk, hogy egy ilyen kalap megvéd a víz ellen, a víz részecskéi, a kalap rései nem tudnak átjutni. Arra vagyok kíváncsi, hogy vajon a nitrogén átjut-e a kalap résein. Hát úgy tűnik, hogy a kalap óvatosan, úgy tűnik, hogy a kalap nem nagyon védene meg a nitrogén ellen, aminek az oka a következő, a víznek van egy érdekes tulajdonság, illetve nagyon sok érdekes tulajdonsága, ami mind abból adódik, hogy benne vannak az úgynevezett hidrogénhid kötések, de erről tényleg nem akarom, hogy a gyerekek kiszaladjanak a világból, nem szeretnék többet mondani, de emiatt szeretnek ilyen nagyobb molekulacsoportokba összeállni, és nagyon leegyszerűsítve ez az oka annak, hogy a nitrogén akadálytalanul átmegy a kalap résein, ellentétben a vízzel. Most egy ilyen gömblombikba öntök nitrogént, és majd egy olyan gumidugóval zárom le, aminek a közepén van egy vékony cső, egy vékony átlátszó cső, és arra vagyok kíváncsi, hogy mi történik. Itt is folyamatosan forr a nitrogén, jön ki fölül a nitrogén gáz, most elzárom az útját, természetesen megnő a nyomás, és ez a nagy nyomás most az alul lévő folyadékot teki a csövön át a levegőbe, és ezek a hideg cseppek megint csak kicsapták a levegő víztartalmát. Hang jön ki, különböző hangok. Elmondom nagyon röviden a működését. Az egyik felét fogom a kezemben, a másik fele nagyon gyorsan forog. Van egy fizikai törvény, amiből következik, hogy ha áramlik a levegő, akkor ott lecsökken a nyomás. Tehát ahol gyorsan mozog, ott kicsi a nyomás, a másik felé nagy. Emiatt a levegő elkezd áramlani a csőben, a bordáznál ilyen kis örvények válnak le, és ez a hangkeltés alapja. És van egy ottani kísérlet, bár ezt azoknak javaslom, akik nem takarítanak otthon. Elkezdtem, mindegy. Tehát azt szeretném szemléltetni, hogy itt tényleg lecsökken a nyomás a cső egyik végén, illetve hogy ahol nem mozog a cső, ott nagy a nyomás. Kis konfettit kiszórtam az asztalra, ugye? Mondjuk ezt a felét fogom, a másik felét megforgatom, akkor itt nagy lesz a nyomás, itt kicsi. Ha igaz, amit állítottam. És úgy tűnik, hogy igaz, mert
a konfetti a nagyobb nyomású helyről elindul a kisebb nyomású hely felé. És akkor most tényleg ilyen egyszerű kísérleteket szeretnék bemutatni. Például, hogyha valakinek tetszett a nitrogénes rakéta, annak van egy gyerek változata, ez se veszélyes, mert nagyon puha az eleje, de nagyon hasonlóan működik. Ha szép lassan összenyomom, akkor ezen a résen át a felesleges levegő, mert nyilván itt most több levegő van ebben a csőben, mint amikor összenyomom, de folyamatosan a felesleges levegő el tud távozni. Nézzük meg, mi van, ha gyorsan nyomom össze. Akkor természetesen a felesleges levegő nem tud eltávozni. Mi történik a nyomással? Megnő, ami megint csak egy idő után legyőzi a súrlódási erőt, és utána elrepül a kis rakétánk. A nanobusznak és a hozzátartozó interaktív fizikaóráknak az a célja, hogy teljesen más megvilágításban mutassa be a gyerekeknek a reál tantárgyakat. Bebizonyítsa azt, hogy ezek a tantárgyak lehetnek szórakoztatóak és érdekesek, mondta el dr. Váci János alpolgármester. Tegnap az Arany Jánosba volt, ma itt a Tamásiba, holnap pedig a Városmajori Gimnázium mellé megy ez a busz, és ez össze van kötve egy interaktív fizikaórával, ami pont a hátam mögött látható, ami hát egészen új, radikális megvilágításba helyezi a fizikaóráknak a unalmát, vagy inkább a kevésbé attraktív voltát. Hihetetlen szórakoztató és jópofa kísérleteket láttunk itt az elmúlt 40 percben. Az a célja, hogy a reál tárgyakat, a fizikát egy teljesen újfajta megvilágításban mutassa meg a gyerekeknek, és bebizonyítsa azt, hogy ezek a tárgyak lehetnek szórakoztatók, érdekesek, és lehet máshogyan is tanulni ezeket a tárgyakat. Feltételezem azt, hogy aki ezen az interaktív fizikaórán részt vett, vagy aki a nanobusz megnézi, az hosszú időn keresztül emlékezni fog rá szemben egy fizikaórával vagy kémiaórával, ami valószínűleg nem annyira mély benyomást kelt a gyerekekben. Nem véletlen, hogy a G, multinacionális amerikai cég a nanobusz kezdeményezés mellé állt, és az ő jóvoltukból láthatjuk egyébként ezt a buszt itt a kerületben. Amint egy 35 millió forintos költséggel és 4500 kutatói munkaóra ráfordításával megépült nanobusz létrehozását, az Euro Nano Fórum 2011 Nemzetközi Szervezőbizottsága, a Nemzeti Innovációs Hivatal és az Európai Unió 7-es keretprogramja mellett a magyar versenyszféra is jelentős mértékben támogatta. Az akadémia által útra bocsátott nanobusz üzemeltetője a Csodák Palotája. Az idén is bekapcsolódott a Hegyvidék a Nemzetközi Kulturális Örökség Napjai elnevezésű rendezvénysorozatba, amelyet immár 48 országban rendeznek meg. Ez alkalomból nyitották meg a nagyközönség előtt a Városkutat is, amely a Fogaskerekű megállójánál található. A Nemzetközi Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat 1984-ben Franciaországból indult el, és azóta túllépte az Európai Unió határait is. Ma már 48 országban rendezik meg egyszerre a nagy népszerűségnek örvendő örökségi napokat. Hazánk 1990-ben csatlakozott először a kezdeményezéshez. A program célja az, hogy a nagy közönség figyelmét ráirányítsák országunk szellemi örökségére, az épületek értékeire, azokére is, amelyek időlegesen vagy folyamatosan zárva vannak. A hagyományosan szeptember 3. hétvégéjén megrendezett esemény során országszerte sok száz ilyen épület és helyszín kapuja nyílik meg a látogatók előtt ingyenesen. A Hegyvidék is több helyszínnel várja az érdeklődőket. A Városkút és a Béla király kútja egész évben zárva tartja kapuit, és csak a Kulturális Örökség napjai alkalmából teszik látogathatóvá ezeket a műemléképületeket. A helyi történeti gyűjtemény azt a Városkutat nyitotta meg, ahol most is állunk, de egyébként még számos más helyszínen is várja a kerület a érdeklődőket ezen a hétvégén. Így például a Arany János iskola is megnyitotta a kapuit, ami egykor apászazárda volt. Meg lehet látogatni a Kis János altábor nagy utcában a Megyasszai társasházat, ugyancsak várja a látogatókat a Jókai kert, ugye a Jókai egykori otthona a Költő utcában. De például művészeti érdeklődési látogatóknak a Galéria 12 is külön kiállítással készült erre a hétvégére. A 15. században építették ki azt a vízvezetékrendszert, amely friss forrásvízzel látta el a budai várat. A rendszer három forrást foglalt magába, az időközben elpusztult Orbánhegyi svábkutat, a Béla király kútját, valamint a mai Városkutat.
Városkút forrásháza, ez egy középkori 14. századi építési forrásház, Mátyás király udvarában, vagy Mátyás király udvarának gazdagsága tette azt lehetővé, hogy ez a források így kiépülhessenek, mivel ő kezdeményezte azt, hogy a budai várba vezessék a Svábhegy forrásainak a vizét. Tehát itt három forrásról van szó, a Városkútról, a Béla királykútról és a egykori Sváb forrásról, ami a mai Orbán tér területén fakadt. Tehát ennek a három forrásnak a vizét gyűjtötték össze egy zárt vízvezeték rendszerben, és a föld alatt elvezették, úgyhogy a mai Szentháromság téren tört elő egy szökőkútban. Tehát így a budai várban nehéz volt utakat ásni, és így megoldották a vár vízellátását friss forrásvízzel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy fa, fenyőfa, illetve ólomcsöveken zárt rendszerben haladt a forrásvíz, és mivel akkora szintkülönbség van a svábhegyi források és a budai vár platója között, itt mindenképpen a víz a saját súlyától fogva felnyomta magát a várhegyre. Amikor a 19. században felújították, mert akkor újra üzemben állították a forrást, akkor már nem ólomcsöveket használtak, hanem agyag és fa csöveket. És hát érdekes módon a 20. század elejére, amikor megjelentek a modern vízművek, akkor ez feleslegessé vált, de a világháború alatt, amikor az ostrom következtében a vezetékes vízszolgáltatás megszűnt, akkor itt a svábhegyiek, a környékbeliek innen vették a vizet. Szakemberek azt mondják, hogy nem iható, tehát a hivatalos álláspont szerint nem iható. Valószínűleg senkinek nem lenne baj attól, hogyha belekortyolna, de tartós fogyasztásra nem ajánlják. Érdekessége a kútháznak, ezek a gótikus faragott kövek, amik láthatóak, tehát itt van oszlopfő, van ablakból ívnek a maradványa, tehát régészek egyértelműen megállapították, hogy ezek egy középkori 13. századi templomból származó kövek. Azonban az érdekessége az, hogy mai napig nem tudják, hogy honnan származik. Tehát a legközelebbi középkori templom az a Budakeszi út melletti Budaszentlőrinci páloskolostor, azonban az 100 évvel később épült, mint ezek a kövek keletkeztek volna, tehát az kizárható. Tehát éppen ezért feltételezik, hogy itt a Svábhegyen a közelben lehetett egy középkori 1200-as években épült templom, de se írásos, se régészeti nyoma nincsen sajnos, tehát ez még a jövő régészeire vár, hogy ezt feltárják. A látogatókat Balázs Attila, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója és munkatársa Molnár Tamás vezette végig a kúton, szakszerű idegenvezetéssel egybekötve. Ha visszanéznek, akkor látszik, hogy ez a volt éves folyosó, tehát ez Mátyás király korabeli, csak úgy, mint ez a terem, ahol most állunk. Tehát ez a 14. században készült, és ezeken a kis nyílásokon csordog el elő a víz. Tehát csak akkor nyugodtan el lehet guggolni, ott benézni, ott olyan sziklafalat látni, és onnan csordog el a forrásvíz. A forrást feltehetően már az őskorban használták, de fénykora Mátyás király idejére tehető. Mátyás király a forrás munkálataihoz egy firenzei mérnököt hivatott. Van tudomásunk arról is, hogy a Duna vizét használták fel, mint ivóvizet. Működött egy külön cég is erre a víz szállítására. Sőt, luxemburgi Zsigmond király idejéből van tudomásunk arról, hogy egy ilyen vízemelő berendezéssel szállították a vizet a budai vár palotájába. Viszont Mátyás király idején épült, vagy betűdött fel az az ötlet, hogy a budai forrásokat azt levezessék magába a várba, és tehát ezzel biztosítsák a vízellátását. Mátyás egy olasz építészt hivatott az udvarába, aki megépítette ezt a vízvezetékrendszert, ami levezetett egészen a budai várba. Hát ilyen égetett agyagcsöveken keresztül vezették le a vizet, és a Mátyás templom előtti téren tört a felszín egy ilyen szökőkútba az a víz. A török időkben a városkút használhatatlanná vált. A 18-19. Században a vízvezeték több mint másfél évszázadon át ismét működött. Ekkor orvos vagy doktorkútnak nevezték. 1847-ben Nádorkútra keresztelték, József Nádor után, aki innen vette ivóvizét. A városkút mai nevét a 19. század végén kapta, a fogaskerekű városkúti megállójának neve után. A háborúban jelentős károkat szenvedett. Rekonstrukciója 1974-re készült el. Ne csak a temetőben találkozzunk. Ezzel a jelmondattal kezdték el 12 évvel ezelőtt szervezni nosztalgia estjeiket a Magyar Optikai Művek egykori dolgozói,
mára már hagyománnyá vált, hogy évente egyszer egy finom vacsora és ízletes bor mellett visszaidézik a régi szép időket. Az egykori magyar optikai művek 4 dolgozója a gyárbontási munkálatainak évében döntött úgy, hogy ami még menthető, azt összegyűjtik. Így jött létre a Magyar Optikai Művek Közhasznú Emlékalapítvány, melynek célja az utókor számára megőrizni az üzem emlékét, ami egykor a Mon Park helyén állt. Az alapítvány szervezi és bemutatja az egykori gyárral kapcsolatos állandó és időszakos kiállításokat. Felkutatja a tárgyi emlékeket és összefogja a volt üzemi dolgozók részvételével működő civil szervezeteket. Az alapítvány létrejöttéről és annak eddigi munkásságáról Konopa Dóriánnal beszélgettünk, akinek nagyapja lakatos mesterként dolgozott a gyárban már a kezdetekkor. Hát tulajdonképpen a magyar optikai bontás befejezése körül, ez 2000 évben volt, összeültünk 4-en, hogy ezzel megalapítva egy baráti kört, még ami menthető, azt tárgyi eszközöket gyűjtsük össze, és a Monkpart építői által ígért helységet megkapjuk, oda gyűjtsük a relikviákat. Ekkor született meg a gondolat bennünk egy alapítványnak a létrehozására. A alaptőke letételére viszont nem volt lehetőségünk, ugye, mert ez egy bizonyos összeg letételéhez kötődik. Ekkor felkértük két vidéki gyárunknak az igazgatóit, nevezetesen a Magyar Optikai Művek Dunajövrási Gyár Urbán László igazgatórat, valamint a MON Mátészhalka Pák István igazgatórakat, hogy támogassák egy alaptőke adománnyal az alapítvány létrehozatalát. Ők ezt megértették a kérésünket, és 100 000 forinttal az alapítvány létrehoztuk. És akkor 2001. szeptemberében az emlékalapítvány bejegyzésre került a bíróságon. Időközben sok barátjukat és munkatársukat veszítették el az egykori momosok. Ezért az alapítvány kezelő kurátorok elkezdték szervezni 12 évvel ezelőtt a nosztalgia esteket, hogy ne csak a temetőben találkozzanak, ahogy azt az esemény nyelmondata is kimondja. További célunk volt alapítványilag a MON dolgozóinak megszervezni egy évenkénti találkozót a nosztalgia jegyében, amivel kapcsolatban született egy frappáns szlogen. Ne csak a temetőben találkozzunk. 12 esztendő telt el az első nosztalgia találkozunk óta, ami azt jelenti, hogy 10-szer találkoztunk, 2 év kimaradt ebből a találkozóból, mivel 2 évbe került itt a kultúrháznak a felújítása, a felújítási munkálatok, és hát ebben az időszakban nem tudtunk helységet találni ennek a 150-200 embernek a meghívására. Ezek a találkozók most már, ugye, ön is látja, hogy hagyományossá váltak. Körülbelül 650 főre tehető az általunk eddig begyűjtött momosok név, illetve címlistája, aminek alapján kerül a találkozóra készült meghívó postázásra. A meghívót egy hírlevél és 2 sárga csekk kíséri. A hírlevelen keresztül értesítést kapnak a meghívottak az alapítvány eddig megvalósult terveiről és további célkitűzéséről. Az említett csekkre vonatkozóan az egyik az alapítvány támogatását, önkéntes támogatását szolgálja, a másik meg azok fizetnek be, akik az estén vacsorát kívánnak fogyasztani. Az emlékalapítvány 2007-ben lehetőséget kapott arra, a 12. kerületi önkormányzat helytörténeti gyűjteményének Maros utca 1-es szám alatti helyiségében, hogy a hozzájuk került régi műszereket, relikviákat, régi iratokat és fényképeket tárolja, és azokat kiállítsa, valamint ezeket az anyagokat feldolgozza. A polgármesteri hivatal, illetve a Hegyvidék Helytörténeti Múzeum támogatásával egy kiállításra alkalmas helységet kaptunk a Maros utca 1 szám alatt.
Megragadom az alkalmat, hogy itt köszönetet mondjak elsősorban ezért Balázs Attila úrnak, és az ő kapcsolattartójának, Fazekas György úrnak, akinek nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ez a helységünk megszülessen. Ebben a helységben kiállító vitrinek vannak, ahol a műszereinket, ami eddig hát csak úgy becsomagolva voltak, szépen ki vannak állítva, és hát természetesen az ide látogatók megtekinthetik, és erre egy meghatározott időt szabtunk meg, és napot, nevezetesen minden szerdán 14 órától 18 óráig van lehetőség erre, amikor mint is ott vagyunk, és hát ott egymással ugye megbeszéljük a teendőket. A Maros utcai kiállító helység mellett több terve is megvalósult a közhasznú emlékalapítványnak. Többek között Süss Nándor, a gyáralapító síremlékének rendbehozatala és védetté nyilvánítása. A MOM emlékfal felújítása és egy emlékszobor felállítása a MOM parkban. A tavalyi nosztalgiásthez kapcsolódó szokásos adománygyűjtés fő célja ennek az emlékszobornak a megvilágításához szükséges anyagi fedezet megteremtése volt. Az adományoknak köszönhetően az idei múltidéző vacsora után az egykori dolgozók megtekinthették a kivilágított íjazó szobrot. Soros Antal, az alapítvány elnöke mondott beszédet. A szobor az F épület tetején állott, és 1939-ben került az F épület tetejére, akkor fejeződött be az F épületnek az építése. Ezzel egy időben készült a szobor is. Egybeesik a szobor készítésének éve a Magyar Optikai Művek nevének felvételével. Tehát 1939. novemberétől vette föl a korábban Süss Nándor cégtől a Magyar Optikai Művek a nevet. A íjazó férfi alak a légvédelmet és a munka kapcsolatát szimbolizálta. Heich Erzsébet volt ennek a szobornak az alkotója. Ezt a szobrot brutális módon lerántották a háború után, mert azt, hogy íjazó alak vagy nyilas szobor összekeverték. Sajnos magáról a szoboravatásról külön semmilyen dokumentációt idáig nem sikerült felfedni. Az irodalmakból, az alkotótól tudtuk azt, hogy egy 50 darabos kis plasztika rendelést ejtett meg az akkori vezérigazgató Preisinger Frigyes, és ebből éppen abban az időben, amikor a szobor rekonstrukció olyan stádiumba került, hogy a pénzügyi feltételek nagyjából összeálltak, szinte az utolsó pillanatban sikerült fotókat szerezni erről az egyetlen kis plasztikáról, mert akinek a birtokában van, azt kezéből ki nem adja. Megtudtuk, hogy szoborpályázat lesz, mi akkor bejelentettük, hogy mi ezt a szobrot szeretnénk felállítatni. Sajnálatos módon nem hívtak meg a tenderre, így aztán nem tudtuk szoborügybe lépni, viszont azt az összeget, amit kaptunk, alapvetően erre szántuk, és ekkor 2001-ben a MOM vízmérés technikai RT vezérigazgatója Pák István, biztos sokan ismerték, és a MOM RT vezérigazgatója Urbán László megkeresésünkre egy alapítványt hozott létre, és ebbe adományozta a cég ezt a pénzt, amivel aztán el tudtunk indulni. Sikerült egy olyan vezérigazgatóval kapcsolatot teremteni, aki átérezte azt, hogy ez micsoda, hogy mondjuk érték volt ez a gyár, és ez a mi szándékunk is egy nemes szándék, és ezért 30 ezer euróval megtámogatta a szobrot. Mi a magunk részére az önök pénzéből is 1 millió 200 ezerre tudtunk hozzájárulni, és kiegészítette az önkormányzat, így született meg a szobor 2009
november 27-én avattuk. Már az avatás előtt is igény volt egy világításra, hogy a szobor kapjon egy világítást, a belső térvilágítás volt elképzelve, azonban az emléktábla az oszlopok keskenysége miatt csak úgy lehetett elhelyezni, hogy ezt középen be kellett tenni, emiatt elesett ez a dolog. Ezt követően ígértük azt, hogy megpróbálunk egy világítást csinálni. Ez történt meg tulajdonképpen. Az alapítvány további terve közé tartozik a MOM hiteles történetének megíratása. A Magyarországos Levéltárban, a Hadtörténeti Levéltárban és az Országos Széchenyi Könyvtárban található dokumentumok alapján. Valamint a magyar optikai művekről készült filmek állapotfelmérése, kiválasztása és azok digitalizálása a Magyar Filmarchívumba. A hegyvidéki körkép ezzel véget ért. Új műsorra legközelebb szeptember 26-án este 8 órakor a szokott időpontban jelentkezünk. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!